várandóság ideje alatt is fontos a testedzés, amelynek megvannak a biztonságos módjai, amely a kismamának és a babának is jót tesz. Nézzünk néhány gyakorlatot. Oldalt fekvésben fogjuk kezdeni a gyakorlatokat. Feküdjünk az oldalunkra. A fölül lévő lábat tegyük fel a labdára, úgyhogy a bokánk ne legyen megtámasztva. Az alul lévő lábat húzzuk előre fölhajlítva. Az alul lévő kar legyen a fej alatt, és a fölül lévő kart hozzuk a test elé. A hasizmokat picit behúzhatjuk, ezzel tudjuk stabilizálni az alsó gerincszakaszt. Most feszítsük hátra a lábfejet, és feszítsük le. Feszítsük hátra, és le. Hátra, és le, és végezzük ezt a mozgást gyorsan. Le, föl, gyorsan, gyorsan, gyorsan. Folytassuk bokakörzéssel, közepes tempóban lassú nagy köröket írjunk le a bokával, ellentétes irányba is. Jó, engedjük el a lábfejet, az alul lévő lábat emeljük egy picit ki, és húzzuk hashoz a térdet labdával együtt, és gurítsuk vissza. Próbáljuk nyújtani a térdet, húzzuk hashoz, és gurítjuk. Húzzuk hashoz, és gurítjuk. Húzni hashoz, gurítani, húzni hashoz, gurítani. Jó, hashoz. Gurítani, és most biciklizzünk így a labdával együtt, bicikliző mozdulatokat végezzünk. Helyezzük el ismét kényelmesen a labdán a lábat. Nyújtózzunk föl, mélyen lélegezzünk be, és engedjük le a kart, fújjuk ki a levegőt. Nyújtózzunk föl, mélyen lélegezzünk be, engedjük le a kart, fújjuk ki a levegőt. Ismét föl. És le. Emeljük fül mellé a kart, nyújtozzunk, meglélegezzünk be. És engedjük le a kart, test elé fújjuk ki a levegőt. Ismét föl. És vissza le. Még egyszer föl. És vissza le. Térdelő helyzetben folytatjuk tovább a tornát. Oldalon keresztül üljünk föl. Térdeljünk a labda elé. Nyújtózzunk előre, gurítsuk előre a labdát, jól nyújtózzunk meg, medencét tartsuk billentve, és hasizommal toljuk a gerincet föl, és vissza. És ismét nyújtózzunk meg előre, és vissza. Nyújtózni előre, és vissza. Még egyszer nyújtózzunk előre, tartsuk meg ezt a helyzetet, és innen lendítsük a kart test mellé, és vissza. Másik kart test mellé, és vissza. Lendítsük test mellé a kart, tenyér nézzen fölfelé, és vissza. Másik karral, és vissza. És ebből a helyzetből hozzuk tarkóra a kezet, és vissza. Húzzuk tarkóra. Vissza, tarkóra, vissza, még egyszer tarkóra, és vissza. Most üljünk vissza a sarkunk felé, de ne üljünk teljesen rá, és innen nyújtsuk fül mellé föl a kart, és vissza le. Billentsük be a medencét, egyenesítsük az alsó gerincszakaszt, és vissza. Emelni a kart, tartsuk egyenesen a gerincünk alsó szakaszát, emeljük föl, és vissza. Emelni föl, vissza. Emelni föl, vissza, még egyszer föl, és engedjük le a kart, üljünk a sarkunkra. Labdán ülve folytatjuk tovább a gyakorlatokat. Helyezkedjünk el a labda előső felén, egy picit guruljunk előre-hátra. Oldalra. És körözzünk egy picit a labdával. Középhelyzetben álljunk meg.
Billentsük meg a medencét, hasizommal toljuk a derekat hátra, emeljük ki oldalra a kart, és engedjük vissza le a térdünkre. Emelni ki oldalra a kart, és vissza. Emelni ki oldalra a kart, és vissza. Hajoljunk rá a combra egy picit, döntsük a törzset, ugyanúgy bebillentve tartjuk a medencét, innen hozzuk fejtetőre hajlítva a kart, és vissza le. Hozzuk a másik kart, és vissza, föl, vissza, föl, vissza, föl, vissza, föl, és visszaengedjük le a kart, hozzuk test mellé a karokat, picit billentsük a medencét, zárjuk a lapockát, nyújtózzunk fejtetővel, most egyenes testhelyzetben vagyunk, helyesen egyenesen ülünk, egészségetekre kívánom a tornát. A torna során vénásértornát végeztünk, ami a vénás áramlási sebességet növelte, oldalt fekvő helyzetben, valamint négykézláb és ülő helyzetben törzsizom erősítő és törzsmobilizációs gyakorlatokat végeztünk.